Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke és párja is részt vesz abban a kezdeményezésben, mely a világhálón terjed, és amely a magyar néptánc kultúra színejavát villantja föl a különböző tájegységekben élő táncosok segítségével. Illés Tibor maga is vezet együttest, és azt mondja, a kezdeményezés is segít abban, hogy az összetartozás élményét átélhessük. Ez az egész életünknek a része. Úgy gondolom, hogy mint vezetőként sem tudtam volna lemondani róla, mert hát egyszerűen hiányzik. Ugyan kevesebb lehetőségem van ezzel kapcsolatban, mert ugye sokszor mint néző kell részt vennem. De hát az örök szerelem úgy látszik a tánc. És hát ugye hát most már elmondható, hogy 78 óta táncolok. Először Sárközit, majd későbbiekben ugye bukovinait, úgyhogy hát nem most kezdtem, hála jó Istennek még egészségem van hozzá, úgyhogy a feleségemmel együtt táncolunk. Egy bukovinaiként is meg kell mutassuk magunkat, hiszen különösen ugye a bukovinai székelyek ugye Erdélyből jöttek, és ez úgy gondolom, ez mindenképpen felemelő érzés, hogy részt vehetünk egy ilyen program keretén belül, be tudjuk mutatni a tánckultúránkat. És hát öröm számunkra, hogy egy olyan családhoz tartozni személy szerint is, ugye a Moharai Szövetséghez, ahol mint Fülő Ferenc díjasok is, ugye tulajdonképpen egy zártabb család, de nagyon összetartó, és mindig gondolunk egymásra, felkérjük egymást táncolásra. Tehát ez egy régi dolog, ami úgy gondolom, hogy példamutató, és hát öröm, hogy most már látni énekes, népdal énekeseket is hasonló elgondolásból. Úgyhogy hát igen, sok mindent kihozott ez a fajta járvány, amit úgy gondolom, hogy nem esíti az embert. Ez a jó oldal a történetnek, hát bízom benne, hogy még sok jó oldala lesz későbbiekben, amit az ember most talán át se lát. De biztos vagyok benne, hogy az egymáshoz való tartozás, az egymás ilyenfajta megközelítése, lelki oldalról főleg a egymásról való gondoskodás, ez mindenképpen fontos lesz, és átértékelődik mindannyiunk számára. A Bukovinai Székelyszövetség gondozásában számos program indult az elmúlt esztendőben. Ezek jelentős része a járvány miatt egészen biztosan új időpontban kerülnek majd lebonyolításra. Megmentünk mindent, amit csak lehet, mondja a szövetség elnöke. Egészen újra kellett programozunk, mint ahogy most mondják, az egész éves programunkat. Hát igyekszük megmenteni, amit lehet. Ugye hát a mesemondó versenyünket, ugye, ami az első lett volna, megpróbáljuk illetve az őszi szünet idejére átrakni, Sebestyén Ádám mesemondó versenyt. Illetve hát a nyári fesztivált ugye azt le kellett mondanunk, azt nem tudjuk pótolni, de ugyanakkor lesz október 10-én, ugye a Kismányoki, most már ez az ötödik alkalom, kerül megrendezésre a Kismányoki búcsú. Illetve ehhez kapcsoljuk azt a programunkat, ami két évente szokott lenni, ugye a Székely találkozunk. Szeretnénk kibővíteni ezt a programot, mi pedig pontosan azért, hogy lehetőséget adjunk a tagegyesületünk számára és a bemutatkozásra, úgyhogy így egy nagyobb programmal szeretnénk kiterjeszteni, ami azt jelenti, hogy ugye ekkor szoktuk átadni ugye a Sebestyén Ádám díjat, többek között Gáspár Simon Antal díjat, amit ugye ennek keretében szeretnénk újra megtenni. Az idén ugye a néprajzi táborunk, amit minden évben megrendezünk, az idén Székely Kevén szerettük volna megrendezni, de hát ugye az ismert okok miatt ez is elmaradt, majd jövőre fogjuk ezt megrendezni, valamint van a felnőttek néprajzi tábor, ezt viszont szeretnénk megrendezni az ősz folyamán, illetve ahogy lehetőségünk van arra, hogy ugye most már programokat lehessen szervezni. Ugye a szóló táncversenyünk, ami lesz, ugye az nem változik, hiszen a november 21-ére volt beprogramozva, az bízom benne, hogy meg tudjuk szervezni, meg tudjuk rendezni. Ez a Bada Ferenc szóló táncverseny
ként indult, majd ugye a kakasdiak szerették volna, hogy ez maradjon Kakasdon, de viszont meg szeretnénk ugye azt, hogy egy országosan meghirdetett programmá, úgyhogy hát remélem, hogy sikerül ezt is megtenni, és akkor ez a program is meg lenne. Minden közös együttlét erősít bennünket, ezért nem lehet elengedni a terveinket. És ezért kell minden lehetőséget megragadni, hogy őrizzük és továbbadjuk kultúránk elemeit, mert ez tart meg minket, tette hozzá Illés Tibor. Tehát járványveszély ide vagy oda, a bukovinai székelyek pozitívan gondolkodnak a jövőről. Hey!